mobil rács és nyaralóhoz hasonló garzon. A mosodában napi 100 kiló ruha a fejadag. Riportsorozatunkat a pálhalmai börtönnői részlegének bemutatásával folytatjuk. A börtön óriás. A pálhalmai országos büntetés végrehajtási intézet akkora, hogy két részben tudjuk csak bemutatni. Területileg és a fogvatartottak számát tekintve is az egyik legnagyobb börtön az országban. Négy egységből áll. Sándorházán és Bernát kúton a férfi börtön, Mélykúton a női, Pálhalmán pedig a parancsnokság található. A komplexumhoz tartozik a rabok foglalkoztatására létrehozott KFT, amely 31 különböző munkahelyen ad munkát az elítélteknek. A pálhalmai börtön nem tartozik a nagy öregek közé. 1949-ben alapították, akkoriban Bernát Kuti rabgazdaságnak hívták. A 80-as évek elejére nyerte el mai formáját. Utoljára a Sándorházi objektumot nyitották meg. Az elhelyezett létszámunk az férőhely szerint 1161 fő, ehhez képest 140%-os tagozettséggel dolgozunk. Per pillanat 1653 fogvatartottan elhelyezve intézetünkbe. Sándorházán 700, Bernát Kuton pedig 518 férfit őriznek. A nőknek Mélykúton jut hely. Az elítéltek többsége dolgozik. Az 1600 fogvatartott közül per pillanat 1100 főt tudunk foglalkoztatni, amiből úgy adódik a létszám, hogy 760 fő dolgozik a KFT állományába, és 230 főt foglalkoztatunk az intézet fenntartási tevékenység során. A 130 fő tanul a objektumunkban, 1-től 12 osztályig van az iskolai rendszerünk. A több mint 1600 fogvatartottra közel 500 bévés jut, börtönőrök, nevelők, pszichológusok. Ez Mélykút, az ország három női börtönének egyike. Férőhelyünk 190, drága létszámunk 383 fő. Eléggé túlterheltek vagyunk, ebből 23 a szállításunk, a mai napon 218%-os túlterheltséggel futunk. Mit jelent mondjuk egy 10 fő zárkában hányan vannak most jelen? Van olyan, hát nincsen olyan, hogy 10 fő zárka. Jelenleg megenged a jogszabály, hogy lehetőségként adjuk a légkörmétert és a négyzetmétert, és most 16 és 18 fősre vannak berendezve az zárkák. De ezek eredetileg a 190 férőhelyes? Ezek 12 férőhelyek voltak, így van. Már a bejáratnál feltűnik az érkezőknek, hogy a Mélykúti más, mint a többi börtön. Nincs kettős kerítés, alig látni szöges drótot. F-csoros kerítésünk van, kameránk nincs az objektumban, de ez börtön és fogház fokozatú fogvatartott a kezdéssel szolgálóház, és egy félnyitott jelleg. Így működünk. A börtön négy külön épületből áll. Az egyes épület rövid szárnyában találhatók a fogházasok. Itt tartják a drogprevenciós foglalkozásokat is. A csoport épp bemutatóra készül. Saját történetüket játsszák el. A rászokástól a börtönbe jutásig. Az előadáson a mobiltelefon távirányító, a pénzt zöld papírlapok, a fecskendő gyógyszeradagolók, a heroin pedig alufólia csomagocskák helyettesítik. Szia! Szia! Adjál nekem kettőt, jó? Jó acolsz? Aha, jó! Oké, hívlak feltétlenül. Szia! Szia! Hol voltam a sies? Előkészültem minden. Megjöttem már. Elég ennyi citrom. Elég, nem? Igen. A lányok saját magukat alakítják. A darab egyik főszereplője Hédi 2 éve van rács mögött. Nem tudja, mikor szabadul. Van olyan ügye, amelyben még nincs ítélet. Miért került be? Hát lopásért kerültem be, de a lopásnak mind az oka kábítószer volt, mert kábítószer kellett a pénz. Mennyi ideig drogozott? 14 éven keresztül. Könnyű vagy kemény drogot? Erős drogot fogyasztottam, azaz heroint fogyasztottam. És mióta tiszta? Hát amióta bent vagyok. A csoport foglalkozásokat nagyon szereti. Sok olyan dologra rádöbbent a tenek, amire idáig nem gondoltam.
vagy nem jutott volna el a tudatomig. Amit sajnos ittben kellett rádöbbennem arra, hogy valójában milyen is értékes is az élet. Hédi a drogpreves csoport mellett középiskolába jár. Most végezte a 10. A női börtönben 11 szakkör működik. A színjátszósok az augusztus 20-ai előadásra gyakorolták az István a királyt. Mondd, mennyit ér az ember a visszessége gyenge. Mondd, mennyit ér magározott a győzelemben. Toljon a gyert, hogy elbírjam a tervedet. Törvényeit elfogadtam, de más szolgára nem lesz meg. Krisztina 4,5 éve ül. Ő sem tudja még, mikor szabadul. Az összbüntetésre vár. A szakkörök mennyire kötik le az idejüket? Tehát mennyire lehet a szakkörökben menekülni a bezártság elől? Szerintem teljes mértékben lekötnek minket, mert dolgozunk, és az mellett járunk szakkörökben. És így minden időnket le tudjuk tényleg kötni, és olyan dolgokkal foglalkozunk, ami hasznos. Milyen munkát végez? Én fodrászként dolgozom itt az intézetben. Fodrászként? Igen. A civil szakmája is ez? Nem, az pszichológus. Krisztina a színjátszáson kívül jár kórusra, valamint az irodalmi és a biblia szakkörbe is. A munka és a szakkörök mellett tanul is. Idén fejezte be OKS képzésen a zöldséggyümölcs termesztő tanfolyamot. Ez az intézet 2. épülete, börtön a börtönben. Az itt ülő nők nem találkozhatnak a többi fogvatartottal. Ez az épület, ez börtön a börtönben, ugye, hogyha jól értettem? Így van, ebbe az épületbe kerülnek elhelyezésre az elzárásos fogvatartottak, illetőleg a másik szárnyon, az alszárnyon, az előzetes és nem jogerős büntetésüket töltő fogvatartottak. Az elzárásos fogvatartottak szabálysértésért ülnek, a legtöbben prostituáltak. Ebben az épületben találjuk a fiatalkorúakat is, őket a többiektől elkülönítve kell őrizni. Ezért szerelték fel ezt a mobilrácsot, amelyet a fiatalkorúak számától függően állítanak. Ez a rács azt a célt szolgálja, hogy az elküldési kategóriákat tudjuk biztosítani. A Mékut objektumon kijelölve országos szinten a fiatalkorú fogvatartottak elzárására, és ahogy érkeznek a fiatalkorú fogvatartottak, a rácsot annak tükrébe fogjuk tudni mozgatni, hogy elkülönítsük a felnőttkorú fogvatartottaktól. Tehát itt egyszerre akkor el lehet különíteni, ha jól látom, 3 zárkát is. 6 is el lehet különíteni a végén, hogyha azt a rácsot megnyitjuk, ezt terébb tudjuk húzni, és akkor 6 zárkát is el tudok különíteni. A fogvatartottaknak körülbelül az 1/3-át veszük ki, amiket munkával foglalkoztatunk. Többségük a mosodában dolgozik. A Pálhalmai Agrospeciál Kft. Által működtetett mosodánk országos szinten az 50 legnagyobb mosodát tekintve a napi 5000 kg-os feldolgozási mennyiséggel, ami műszakonként 1500 kg-ot jelent, a 10. helyen áll. Ez egyébként egy műszakra és egy fogvatartottra lebontva, ez körülbelül napi szinten olyan 100-120 kg textiliának a mosását ered. A rabok 3 műszakban dolgoznak, és igen jól hallották, naponta egy elítélt körülbelül 100-120 kg ruhát mos vagy vasal ki. Partnereink között szerepelnek állami intézetek, intézmények, egészségügyi intézmények, szállodák, kórházak, gyógyfürdők, illetve középiskolai, főiskolai kollégiumok, illetve éttermek. A nők azt viselik legnehezebben, hogy távol vannak családjuktól. Mivel mindössze 3 női börtön van az országban, sokak több száz kilométerre kerülnek lakhelyüktől. Ugye itt a fogvatottak a nagy része anya. Maga a családnak a hiánya különösen megviseli őket, és nincs arra lehetőség nagyon sok családnál, nagyon sok hozzátartozónál, hogy mindig meglátogassák őket. Tehát egyrészt mondhatnám azt, hogy a legfőbb probléma a kapcsolattartás és a látogatásnak a hiánya. Nagyon sokszor nem tudnak a távolság miatt eljönni látogatni a hozzátartozók. Sokkal könnyebb a helyzetük az úgynevezett EVS-eseknek, vagyis az enyhébb végrehajtási szabályok alá tartozóknak. Ők a börtönfalain kívül laknak, saját kertjük van,
egyedül őrzés nélkül járnak dolgozni, és két hetente hazamehetnek hétvégére a családhoz. Itt már tényleg csak a szürke rabruha emlékeztet arra, hogy börtönben járunk. Őket nem kell olyan szigorú rezsim alá vennünk, másabb a biztonsági kategóriájuk, és másabb az elhelyezésük. Az LVSS-ek nem zárkákban, hanem lakóhelyiségekben élnek. Hogyha itt körbenéznek, tényleg olyan, mint hogyha... Most lehet, hogy így furcsán fog hangozni, amit mondok, de mintha egy nyaralóban lennénk. Kert van, ahova ki tudunk menni, van saját konyhánk, saját fürdőszobánk, mosási lehetőség, ki tudjuk vasalni a ruhát, tehát tényleg úgy érzi magát az ember, mint kint a civil életben. Családunkhoz haza tudunk menni. Ez a nő 3 év börtönbüntetést kapott egy 13 évvel ezelőtti drogügyért. Tavaly márciusban került börtönbe, és idén szeptemberben kedvezménnyel szabadulhat. Én azért sokat köszönhetek így ennek a 17 hónapomnak, szóval nem mondhatom azt, hogy most így kiszórtam az életemből ezt. Így nagyon-nagyon sok mindent megköszönhetek, azt mondhatom. Tehát először így ijesztő, meg elrettentő, de most, hogy így vagyok a szabadulás előtt, azt mondhatom, hogy egy új életet kaptam. Sokkal értékesebbé váltak most dolgok, egész másképp szemlélem a világot, mint eddig. A szemléletváltásban a nevelőknek is szerepük van. Belőlük sose lehet elég, mert még úton ugyan teljes az állományi létszám, de egy nevelőre így is 80-90 elítélt jut.